Jól van, akkor szép estét kívánok mindenkinek, Makkáné Németh Krisztina vagyok, és a mai nap folyamán egy pár ötletet, tippet szeretnék nektek ahhoz nyújtani, hogy hogyan is tudunk érdeklődőket generálni, érdeklődőket szerezni a vállalkozásunkhoz, ahhoz, hogy a CyberWealth 7 üzletet fel tudjuk építeni, és ugye tudjuk, hogy vannak online módszerek és offline módszerek, most már eléggé az online módszer irányába tolódik a hálózatépítés, azért, mert sokkal kényelmesebb egyrészt otthonról végezni a munkát egy számítógéppel és internettel, illetve költséghatékonyabb, hiszen nem kell elutaznunk autóval, a terméket cipelve és mutogatni, a terméket ajánlgatni, hanem sokkal kényelmesebben a számítógépünk mellől meg tudjuk mutatni a termékünket, és nagyon kényelmesen, egyszerűen tudjuk a munkát végezni. Úgyhogy először az online hálózatépítésről beszélnék, ami igazából egy pár ötlet a te munkádhoz. Természetesen ezt nem kötelező megfogadni, de hát, hogyha ki tudsz belőle mazsolázni pár olyan ötletet, amit tudsz használni a munkád során. Ugye az egyik legnépszerűbb közösségi oldal a Facebook, a Twitter, a Pinterest, és régebben, amíg működött az iviv, illetve most a Google+, ami még nagyon feltörekvő, és úgy gondolom, hogy érdemes használni. És elsősorban a Facebookról szeretnék beszélni, mert abban nagyobb tapasztalatom van. De előtte még egy pár szót mondanék a Pinterestről. A Pinterestről tudni kell, hogy képeket lehet megosztani, illetve most már úgy tudom, hogy videókat is, és igazából itt is rajongói tábort lehet gyűjteni, különböző témák szerint lehet csoportosítani a feltett képeket, tehát hogyha mondjuk valaki szeret főzni, akkor föltehet az általa elkészített ételekről képeket, ezáltal rengeteg olyan érdeklődőre fog szert tenni, akinek ez az igazából az érdeklődési köre. De te feltehetsz a mi üzletünkkel kapcsolatos képeket is, vagy videókat is, és akkor elképzelhető, hogy onnan is tudsz majd érdeklődőket szerezni, és ami jó ebben, hogy egyrészt ugye ingyenes, másrészt pedig az, hogy ők fognak jelentkezni, és nem te, neked kell őket hajkurászni, hanem amikor te megosztasz ilyen különböző képeket vagy videókat, akkor azt ők meg fogják nézni, és ez egy tulajdonképpen apropót nyújt arra, hogy te kapcsolatba léphess velük. És majd később az offline résznél fogok nektek arról beszélni, hogy az apropónak milyen jelentősége van. Ebben a témában még könyvek is íródtak, hogy miért is nagyon fontos az, hogy legyen egy apropónk, amikor megkeresünk valakit. No, de menjünk tovább. A Facebookkal kapcsolatban nagyon sokan hirdetnek a Facebookon. Viszont a Facebooknál a hirdetést is okosan kell csinálni, ugyanis a Facebook azt úgy képzeljétek el, hogy olyan, mint egy piac. A piac közepén állunk, és gyakorlatilag kiabáljuk azt, hogy gyertek, vegyetek krumplit. Akkor ugye, akik már messzebb állnak, azok nem fogják hallani, csak akik ott a közvetlen közeledben állnak, de lehet, hogy azok sem éppen rád figyelnek, hanem mondjuk valami mást akarnak megvenni, mondjuk paradicsomot vagy egyebet. Tehát a Facebook olyan, mint egy piac, és hogyha ott kiabálsz, akkor nem biztos, hogy lesz érdeklődőd, főleg, hogyha csak egyszer teszed ezt meg. A Facebooknál is a kitartásról van szó, hogy folyamatosan azonos témában posztolj dolgokat. Tehát, hogyha mindig azonos témában, vagy akár eltérő témában is, de rendszeresen posztolsz, és azon a szón van a hangsúly, hogy rendszeresen, akkor előbb-utóbb észre fogják venni, hogy ez az illető folyamatosan posztol dolgokat, és akiknek tetszik az, amit te posztolsz, azt lájkolni fogják. És ennek az a következménye, hogy onnantól kezdve ő látja, amiket te posztolsz folyamatosan, és figyeli, és olvasgatja, hogy te miket posztolsz. Ezért van az, hogy nagyon sokan igazából nem is az ő üzletéhez kapcsolódó dolgokat osztják meg, hanem olyan dolgokat, amiket tud, hogy népszerű. Például gyönyörű szép házakról képeket, vagy a családjáról képeket, vagy hogyha elutazik valahova, akkor arról posztol képeket, és ezt az emberek lájkolják. És onnantól kezdve, hogyha az üzletét osztja meg, akkor azt is fogják látni az emberek.
Tehát érdemes mindenféle fontos, érdekes információkat, figyelemfelkeltő képeket megosztani, amiket aztán az emberek lájkolnak, és ezekkel fel lehet venni a kapcsolatot. Például Tom Kemél, nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, folyamatosan vicceket oszt meg, ugyanis az emberek nagyon szeretik a nevetést. Hogyha jól érzik magukat, azt természetesen mindenki szereti, és nagyon-nagyon sokan lájkolják az ő vicceit, amit ő kitesz. És egyébként a könyveiben is rengeteg ilyen vicc van. Az egyik legjobb előadó Tom Kemél Európában kapott is egy ilyen díjat egyébként. Tehát ő igazából nem az üzletével kapcsolatos posztokat küld ki, hanem vicceket, és ezáltal rengeteg lájkolóra tesz szert, és ezután osztja meg az üzleteit időnként, de nem túl gyakran, és nem túl sokszor. Tehát ő nagyon ügyesen figyel az arányra, hogy rengeteg viccet oszt meg, és néha-néha az üzletéről, és ennek az a következménye, hogy akik több százan lájkolják időnként a vicceit, azaz több száz ember mind látja az ő üzleti megosztását is, és így oda tudja terelni az üzleti oldalára a látogatókat. Te is például, hogyha ilyen hasznos, érdekes tartalmakat osztasz meg a Facebookon, akkor érdemes összekötni ezt, hogyha van esetleg egy üzleti weboldalad, azzal, mert akkor tudsz forgalmat terelni a weboldaladra. Tehát ez az egyik a Facebooknál, hogyha a saját oldaladon osztasz meg dolgokat, akkor ezzel tudsz generálni érdeklődőket. Aztán a Facebookon lehet például különböző ilyen rajongói oldalakat létrehozni, fanoldalakat, ahol szintén hasznos posztokat osztasz meg, hasznos információkat, akár a CV7-tel kapcsolatban, vagy az internetbűnözéssel kapcsolatban, hasznos cikkeket, videókat, amik erről szólnak. És hogyha ott lájkolják az emberek, akkor ővelük rögtön fel is lehet venni a kapcsolatot, mert akkor ő már azt mutatja, hogy őt érdekli ez a téma, tetszett neki. Lehet problémafelvetést is csinálni. Van olyan tréner, aki például minden nap föltesz egy kérdést a rajongói táborának a Facebook oldalon. Bármilyen témába vágó kérdést is fel lehet tenni, például, hogy tőled lopták-e már az e-mail címedet el? És akkor ilyen vitaindító kérdéseket lehet a Facebookon elindítani, és akik elkezdenek ebben ugye partnerek lenni, és válaszolnak ezekre, azokkal érdemes folytatni tovább a beszélgetést, és további érdeklődőket bevonni. Erről azt kell tudni, hogy aki egyszer abba a beszélgetésbe belekerült, tehát mondjuk válaszolt rá, vagy lájkolta, onnantól kezdve az egész beszélgetés menetét látja. Tehát ez nagyon fontos, hogy minél több érdeklődőt érdemes oda bevonni, olyan témát érdemes feldobni, ami közérdekű, sok mindenkit érint, sok mindenkit érdekel, és hogyha ő azt lájkolta, akkor az egész beszélgetést fogja látni. Tehát már is tudtál egy érdeklődői kört kialakítani, akikkel föl tudod venni utána a kapcsolatot. És ez azért megint jó, mert megint nem te erőszakoltad magad őre, hanem ő csatlakozott be önként abba a témába, és hogyha fölveszed vele a kapcsolatot, akkor nem fogja tolakodásnak érezni, hanem az a téma már úgy is érdekli, és akkor lehet vele folytatni a beszélgetést, és végül rá lehet terelni a lényegre a beszélgetést, hogy ő mit szeretne elérni az életben, és ebben te hogyan tudsz neki segíteni. Jó, természetesen nem csak a Facebook létezik, hanem ahogy említettem, a Twitter és a Pinterest, illetve egyéb LinkedIn és egyéb ilyen közösségi oldalak, amiket szintén érdemes használni, és ott is bizalmat érdemes építeni, tehát nem rögtön az üzletet kell ráküldeni az emberekre, hanem hasznos információkat megosztani, és amikor ezt ők követik, lájkolják, jelzik, hogy ez őket érdekli, akkor érdemes velük felvenni a kapcsolatot. Aztán ugye az online-nak a másik módszere lehet az e-mail. Az e-mailnél én azt tudom javasolni, hogy mindenképpen csináljon mindenki három csoportot, legalább három csoportot. Az egyikbe tegye be azokat az ismerőseit, akik úgymond az átlag hétköznapi emberek, akik nem építettek még soha hálózatot, illetve nem vállalkozók. A másik a hálózatépítők, és a harmadik a vállalkozó. Természetesen lehet ezt még tovább differenciálni, de így első körben szerintem ez a három csoport nagyjából elég.
és természetesen e-mailben is lehet levelet küldeni, különböző szövegezéssel. Nagyon fontos, hogy minél jobban felosztjuk a csoportot, annál jobban célba ér a levél. Tehát az átlag embereknél is érdemes több csoportot csinálni, ha van időd, energiád, és érdemes egyenként küldeni nekik a levelet. Ha e-mailen keresztül küldöd, akkor az a legjobb megoldás egyébként, és egyben a legidőigényesebb, hogyha egyenként begépeled, hogy kedves József, és akkor utána már esetleg a tartalmat tudod másolni, amiben ugye bemutatkozol, hogyha esetleg annyira nem ismered, nem olyan közeli, távoli ismerős, hivatkozol arra, hogy honnan ismerted őt, meg honnan van az e-mail cím, és valamilyen személyes példát hozol, ami miatt te ebbe az üzletbe belekezdtél. Például most beszéltem az egyik direktemmel, akinek többször eltulajdonították már az e-mail címét. Ez egy gyönyörű apropó, ez is tulajdonképpen egy apropó, amivel írásban meg tudjuk szólítani az embereket, hogy nekem is lopták már el többször az e-mail címemet, és ezért próbáltam keresni egy megoldást. Te találkoztál-e már olyan emberrel, akinek hasonló problémája volt, vagy esetleg te is kerültél-e már hasonló helyzetbe, mert én találtam erre egy jó megoldást, és ebben szeretnék neked segíteni, hogyha érdekel ez a téma, akkor tudok további információkat küldeni, hogy én hogyan akadályoztam meg, és hogyan oldottam meg ezt a problémát. És akkor egy ilyen megszólító levéllel lehet indítani a kapcsolat felmelegítését, mondjuk egy átlag embernél. És természetesen a levél végén kéred azt, hogy lépjen veled kapcsolatba, vagy adja meg az elérhetőségét, a telefonszámát, és akkor fel fogod hívni, és egyeztettek egy időpontot, amikor a részleteket el tudod mondani neki. Aki hálózatépítő, annál természetesen már igazából a felmelegítő köröket nem biztos, hogy meg kell futni, mert ha olyan kapcsolatban vagy vele, akkor egyszerűen el lehet neki mondani, hogy van egy megoldásod az ilyen számítógépes bűnözők ellen, és hogyha érdekli ez a dolog, akkor szívesen megbeszéled vele, jöjjön fel Skype-ra. Tehát a hálózatépítőknél is természetesen fel kell melegíteni ezt a dolgot, de ott sokkal kevesebb kört kell futni, mint egy átlag embernél, akinél igazából teljesen a nulláról kell kezdeni. A cégeknél pedig teljesen más a stratégia, ott elsősorban a termékre kell kihelyezni a hangsúlyt, hogy a termék mennyire segít abban, hogy az ő céges adatait ne lopják el. Tehát ott is teljesen másképp kell megfogalmazni a levelet, de ott is nem az ajánlatot küldjük rá azonnal a cégre, hanem igazából egy érdeklődés felkeltő levelet kell küldeni, és mindenképpen adatokat kell bekérni, és kérni az engedélyt, hogy további információkat küldhessünk nekik. Tehát teljesen másképp kell a levelet fölépíteni. De hogyha egyet már megírtál, akkor utána ezt már lehet másolni, csak az elején ugye a megszólítást ki kell cserélni. Na most, mivel az e-mailnél is, az összes ilyen e-mail levelező rendszernél is sajnos egyre szigorúbbak a szűrők, és erről rengeteg cikket lehet egyébként az interneten találni, ezért arra kell törekedni, hogy a levél minél egyedibb legyen. És a cégeknél például akkor tudsz sikeres lenni, hogyha utána nézel a cégnek. Utána nézel, hogy mi a profilja, és végig gondolod, hogy hogyan férhetne bele az ő profiljába ez a dolog, és valóban egy cégre szabott levelet érdemes neki írni, úgy, hogy lehetőleg a kompetens emberkének. Tehát aki ebben az üzletben a kompetens, aki ebben tud dönteni. A cégeknél is érdemes esetleg telefonon időpontot kérni, és akár személyesen is elmenni a céghez, és ott megmutatni a terméket, vagy hogyha erre nincs lehetőség, akkor e-mailben kell elküldeni az ajánlatot. Tehát erre többféle lehetőség is van, amelyikre igazából te úgy gondolod, hogy neked jobban fekszik, azt érdemes megpróbálni. Igazából a legjobb megoldás és a legcélre vezetőbb az, hogyha az ember csinál egy cégfelmérést, kinyomozza, hogy ki a cégnél a kompetens ember, aki ebben dönt,
és őtől lekér időpontot az ember, és vele leül tárgyalni, vagy személyesen, ami igazából a leghatékonyabb, vagy pedig szintén telefonon, Skype-on el kell érni, hogy, hogy tudjál vele beszélni. Tehát ez a menete igazából. Aztán, hogyha már az e-mailen túl vagy, és megtanultuk azt, hogy hogyan kell jó figyelemfelkeltő szöveget írni, mert igazából ezen áll vagy bukik ez az egész, hogy olyan tárgysort kell írni az e-mailben, amit mindenképpen kinyitnak. Mert lehet, hogy nagyon szuper a te figyelemfelkeltő leveled, hogyha a tárgysor semmit mondó, és akkor nem fogják ugyanúgy kinyitni. Tehát, mint ahogy említettem korábbi képzéseken, most már eléggé elterjedt az a stratégia az e-mail marketingben, hogy többször elküldik ezt a levelet. Tehát egymás után akár kétszer-háromszor is, mondjuk félperces követési időben elküld három levelet ugyanarra a címzetre, aki hirdet valamit, és ez nagyon figyelemfelkeltő tud lenni. Nálam is ugyanez a helyzet, fel vagyok iratkozva több ilyen hírlevélre, és van, akitől háromszor megkaptam ugyanazt a levelet egymás után, azért, hogy feltűnő legyen. Tehát ezt is érdemes bevetni. Tehát ami nagyon fontos még egyszer az e-mail marketingben, hogy egyedi levél kell, hogy legyen. A legjobb az, hogyha egyedi megszólítás van. Tehát, hogyha tudod a címzetnek a nevét, akkor konkrétan azt mondod, hogy kedves Kovács József. És akkor a levél törzse végül is már lehet ugyanaz, de ez már nagyon sokat számít, hogyha már egyrészt név szerint meg van szólítva, és másrészt pedig nem titkos másolatban küldöd, hanem csak direktbe, egyedileg neki küldöd, és te a saját e-mailedről küldöd, tehát nem többszörös áttéten keresztül. Tehát ez nagyon fontos, és ezt figyelik a hírlevélküldők. Aztán a hírlevélen, tehát az e-mailen kívül lehet különböző álláshirdető oldalakon hirdetni, ami szintén nagyon-nagyon fontos, hogy némely álláshirdető oldal mondjuk így, hogy nem engedi az MLM-et hirdetni, az MLM-et ajánló cégeket hirdetni. Ilyenkor egy picikét nehéz helyzetben vagyunk, mert azt mégsem hirdethetjük, hogy állást ajánlunk. Viszont, ha nem állást ajánlunk, akkor meg vagy letörlik, vagy kizárnak az oldalról. Tehát ez egy külön művészet, hogy olyan hirdetést írni, amivel nem csapod be az érdeklődőt, és lássa azt, hogy ez nem egy állás, viszont mégsem törlik le a hirdetésedet. Tehát most épp az egyik direktemmel ezen gondolkodunk, hogy hogyan tudunk minden oldalról megfelelő hirdetést írni, hogy legyen érdeklődő, de ne legyen becsapva, ne higgye azt, hogy állást ajánlunk, és még a hirdető oldal se törölje le a hirdetést. Rengeteg ilyen hirdető oldal van egyébként, amiket érdemes kipróbálni, meg kell próbálni és ki letesztelni, hogy melyik szöveg az, ami jól bejön. Aztán ezen kívül lehet blogot írni. Ugye rengeteg ilyen ingyenes blogoló oldal van, blogger.hu, meg egyéb ilyen oldalak, amin nagyon szépen lehet a témával kapcsolatban folyamatosan posztolni. Itt is egyen van a hangsúly egy dolgon, hogy folyamatosan kell csinálni. Tehát, hogyha az ember egyszer ebbe belekezd, akkor igazából úgy tudsz egy rajongói tábort, egy érdeklődő tábort kialakítani, hogyha folyamatosan bloggolsz, és folyamatosan, megbízhatóan, ugyanabban a témában hasznos anyagokat teszel ki, akkor erre föl fognak figyelni az érdeklődők, és aki lájkolja vagy kommenteli, azokat érdemes megkeresni, és az tulajdonképpen már egy olyan érdeklődői kör, akinél megint megvan az apropó, hiszen oda beírt valamit, vagy kérdezett valamit, vagy kommentálta, és arra már is lehet hivatkozni, és már is nincs meg az a probléma, hogy te hidegen hívtál valakit, vagy hidegen léptél vele kapcsolatba, és nem azt fogja mondani, hogy figyelj, hagyjál engem békén ezzel, hiszen én nem is kértem erről semmit, hanem azt fogja mondani, hogy igen, én azért azt írtam be, mert az a véleményem, hogy. És akkor te
el tudod mondani, hogy igen, neked az a véleményed, hogy egyetértek vele, vagy szerintem ez az információ még nincs meg, ezt szeretném átadni, és láris ez egy beszélgetési téma, egy úgymond apropó, amivel be tudod azt vezetni, hogy átviszed őt a Skype-ra, vagy elküldöd őt a webkonfira, hogy még több információt kapjon, és ezáltal eljuthatsz végül is a zárásig, amikor eldönti, hogy őt érdekli-e a mi termékünk, akarja ezt a lehetőséget használni, akar-e pénzt keresni nálunk. Aztán a következő lehetőség, ami szintén még online lehetőség, egy weboldal létrehozása, ami azért nagyon jó, mert önállóan működik a nap 24 órájában. Magyarul úgy is működik, amikor te alszol. És a weboldalra lehet feliratkozó panelt tenni, ami szintén azért nagyon jó, mert hogyha te hasznos anyagot kínálsz a weboldaladon, és hasznos dolgokat osztasz meg, már pedig a weboldal is egy picikét hasonló, mint a blogoldal, ott is folyamatosan tevékenykedni kell ahhoz, hogy a Google az elejére sorolja, ahhoz folyamatosan hasznos anyagokat kell rajta megosztani, és busztítani kell az érdeklődőket, aki már oda jött, hogy hagyja ott a név, tehát az adatait, a nevét, az e-mail címét, és általában valami kis csalit föl szoktak ajánlani a profik, mondjuk egy e-bookot, amit írt ebben a témában a weboldal ajánlója, vagy bármi egyéb hasznos írást, vagy információt, hasznos videót, bármit, ami érdekelheti az odalátogatókat, és amiért hajlandó feliratkozni. Na most, hogyha a feliratkozott, akkor viszont el kell kezdeni vele kommunikálni. El kell kezdeni neki tovább adni azokat az anyagokat, információkat, ami őt érdekelheti. És egy idő után át kell terelni a kommunikációt az üzleti részre, arra, hogy ő jöjjön el egy webkonferenciára, vagy jöjjön el a Skype-ra, és kezdjetek el kommunikálni személyesen, és el tud neki mondani a pénzkereseti lehetőséget. Tehát ügyesen fel kell kelteni az érdeklődését az üzlettel kapcsolatban. Tehát ez általában ilyen 5-7 levélen keresztül szokott történni statisztikailag. 5-7 levél után el tudják dönteni az emberek, hogy ez érdekli őket vagy sem. Tehát durván 5-7 lépés után lehet őket lezárni, amikor is fel lehet tenni nekik a kérdést, hogy akkor most érdekli-e őket ez az üzleti lehetőség, ez a termékhasználat, vagy sem. Tehát ez egy nagyon jó stratégia kell, hogy legyen, amit a hírlevél sorozatodba beállítasz. Na most ehhez mindenképpen érdemes egy valamilyen hírlevél küldő szoftvert használni, vannak kezdetben ingyenesek, aztán ugye, ahogy nő a forgalom, ezek utána fizetőssé válnak. Mindenki el tudja dönteni, hogy melyiket akarja használni, rengeteg féle van. Ezt hozzá lehet kötni a feliratkozó panelhez, és ebben az a szenzációs, hogy előre le lehet gyártani ezeket a hírleveleket. Tehát a hírlevél sorozatot előre le tudod gyártani, be tudod programozni, és onnantól kezdve, hogyha mondjuk 0 óra 2-kor feliratkozik valaki a weboldaladra, akkor a beprogramozás szerint következő nap meg tudja kapni az első levelet, utána rá mondjuk 2 napra a következő levelet, és így 2 héten keresztül kapja folyamatosan tőled az információkat, meg a leveleket. Természetesen ezt előre egyszer meg kell csinálni, ami ugye egy kicsit macerásabb, de utána te nyugodtan alhatsz, mert automatikusan megy a dolog. És aztán a végén pedig, amikor ő jelzi azt, hogy ő kész arra, hogy veled kommunikáljon, akár személyesen, vagy kész arra, hogy beregisztráljon, akkor ez már a stratégiától függ, hogy arra hegyezed ki a dolgot, hogy veled beszéljen, és akkor te zárod le, vagy úgy csinálod, hogy akkor a végén odadod neki a linkedet, és akkor na itt van, regisztráljál be, és akkor választ ki a megfelelő csomagot. Tehát ez már a te döntésed, hogy melyik megoldást választod. Tehát ez gyakorlatilag egy kulcsra kész rendszer, amit kialakítasz, és fog éjjel-nappal működni. És ugyanígy működnek az elkapó oldalak, ami egy másik tulajdonképpen nagyon jó online rendszer, ami nekünk is van egyébként. A marketing rendszerünk az tulajdonképpen egy ilyen elkapó oldal,
ami ugye automatikusan rávezeti az érdeklődőt erre az információs csatornára, ott megnéz három videót, feliratkozik közben kétszer, és gyakorlatilag már is a rendszerben találja magát, és onnantól kezdve már nekünk csak az a feladatunk, hogy fölvegyük vele a kapcsolatot. És hogyha már fölvettük vele a kapcsolatot, akkor viszont segítünk neki abban, hogy el tudja dönteni, hogy ő szeretne regisztrálni, és ha igen, akkor milyen csomaggal. Tehát a miénk is, a mi marketing rendszerünk is egy ilyen elkapó oldal, egy profi módon felépített elkapó oldallal indul, és egy marketing rendszer rá van építve. Ennek az egyszerűbb verziója az ilyen elkapó oldal, ami egy weboldalból áll, és igazából egy pár mondatos információ, figyelemfelkeltő információ szokott többnyire rajta lenni, és egy feliratkozó panel. És amikor ő a feliratkozó panelen megadja az adatait, akkor ugyanezt a hírlevél sorozatot, ugye erre ráirányítva már is kapja az információkat, amíg végig vezeti, vagy ahhoz, hogy hozzád eljusson személyesen, vagy ahhoz, hogy a LinkedIn beregisztráljon. Tehát ez a te stratégiádon már azon múlik. Aztán vannak különböző Skype csoportok is, vannak olyan Skype csoportok, amik kifejezetten arra vannak specifikálódva, tehát arra szakosodva, hogy oda be lehet tenni mindenkinek a saját üzletét. Ezeknek is érdemes tagjai lenni, én is hat ilyen csoportnak vagyok tagja, és volt már belépőm ebből, hogy az egyik Skype csoportba betettem például a cégünknek a hirdetését. Ezekre a Skype csoportokra jellemző, hogy itt is van fluktuáció, van, aki kilép, van, aki belép, tehát mit tudom én, egy-két havonta érdemes ugyanazt a hirdetést betenni, és akkor többen látják, illetve az újak is látják, és nekem mondom, volt már ilyenből csatlakozóm is. És ugyanígy a Facebookon is létrehozhatsz ugye saját csoportot, több ilyen csoport létezik, aminek én is tagja vagyok, aki azért hozott létre egy hirdető csoportot, és rengeteg ilyen van, hogy a saját üzletét tudja hirdetni. Tehát létrehoz valaki egy Facebook csoportot egy bizonyos témában, hogy a saját termékét hirdesse, és úgy hirdeti meg a csoportot, hogy szabad hirdető csoport. Na most ez miért jó? Azért jó, mert sok ember szereti a saját üzletét hirdetni, és olyan csoportokat keres, ahol tömegeket tud elérni. És ezek az emberek bejelentkeznek az ilyen csoportokba, és akár több ezer ember is lehet egy ilyen hirdető csoportba, és a legtetején tudod rögzíteni a saját hirdetésedet. Tehát az a több ezer ember, aki a te csoportodba oda megy majd hirdetni a saját hirdetését, ők mind látják a te hirdetésedet is, és ezáltal te is tudsz embereket toborozni. Tehát sokan vannak, akik azért hoznak létre ilyen Facebook csoportokat, hogy a saját üzletüket tudják hirdetni. Tehát ez is például egy ilyen ötlet. Meg ugye beszéltem a Facebook fennoldalról, illetve te is tudsz ilyen közös csoportokba hirdetni a Facebookon, de ott is ugyanaz a lényeg, amit elmondtam, hogy folyamatos munkáról van szó, és következetes munkáról. Tehát az, hogy egy hónapban egyszer földobunk egy hirdetést, az nem elég. Az a legjobb, hogyha folyamatosan, minden nap, napi rendszerességgel hirdet az ember, és folyamatosan hasznos anyagokat oszt meg, mert akkor vesznek észre. Akkor fogják észrevenni, hogy már megint ott a hirdetésed, már megint ott a hirdetésed, és ez most jó volt, ezt lájkolom, szuper, akkor onnantól kezdve az összes többit fogja látni. Jó? Tehát nagyjából így online témában ez az, ami így nekem eszembe jutott, így elsőre, és a másik módszer az offline módszer, ami ugye régebben nagyon közkedvelt volt, és most is nagyon sokan használják egyébként az offline módszert. Van, aki kifejezetten az offline-ra esküszik, nem ismeri a számítógépet, nem ért hozzá, nem tudja, hogy kezelni, idegenkedik az offline, vagyis az online módszerektől, vagy esetleg nincs is internete, mert mondjuk annyira kis helyen lakik, tehát kis községben lakik, ahol csak a közösség
közösségi házban van internet, és nincsen hozzáférése. Ott a szájmarketing az, ami elsődlegesen, ami a legcélra vezetőbb lehet. Egyrészt ugye az emberek találkoznak egymással személyesen, ha elmennek vásárolni, vagy bármilyen hivatalos ügyeiket intézik, teljesen mindegy. Itt is az a szabály, hogy bizalmat kell építeni, és nem rögtön az üzlettel kell őket megtámadni. Ami azt jelenti, hogy ha összefutsz valakivel, akkor megkérdezed, hogy ő hogy van, mit csinál mostanában, elégedette az életével, és amikor beszélgetsz vele, akkor lehet, hogy csak többszöri találkozás után, de egyszer meg fogja kérdezni, hogy te mit csinálsz, főleg, hogyha te folyamatosan érdeklődsz, és valóban érdekel is, amit ő mond. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy érdeklődő figyelemmel kell az illetőket kezelni, és az illetőkkel beszélgetni, és az a legjobb, hogyha mikor hazaérsz, akkor lejegyzeteled otthon a kis névlistádba az ő neve mellé, hogy ő mit mondott el, mert ugyanis ez a névlista fog neked következő alkalommal az apropóban segíteni. Ugyanis, amikor te az üzletedet szeretnéd majd neki bevezetni, akkor nem arról szól, hogy felhívod és telefonon elmondod neki az üzletedet, hanem egy apropóval, amit akár egy ilyen személyes találkozáskor, vagy a Facebookon való összefutáskor, vagy egy Skype beszélgetés során, te megszereztél, valamit elárult magáról. Azt te szépen leírod magadnak a névlistádba, és legközelebb mikor találkoztok, vagy amikor összefutsz vele Skype-on, vagy Facebookon, akkor vagy felidézed, ha éppen nem vagy gépközelben, vagy ha gépközelben vagy, akkor megnézed a listádat, hogy ő mit mondott magáról, és megvan az apropód. Ha például unokája született, akkor ott az apropó, hogy megkérdezed tőle, hogy mi van az unokával, hogy érzi magát, szépen fejlődik-e, stb. És már is megvan az apropód. Tehát amikor felhívod őt telefonon, mondjuk, akkor 3 percben kérsz tőle egy időpontot, ahhoz, hogy el tud neki mondani az üzletedet. De nem ezzel kezded, hanem az apropóval. Ez a legfontosabb. Amikor telefonálsz, akkor felidézed, hogy legutóbb mit beszélgettetek, és erre az apropóra hivatkozva, ugye egy beszélgetést kezdeményezel vele. És ne talántán, hogyha esetleg már pár mondatot mondtál korábban az üzletedről, akkor lehet arra hivatkozni, hogy legutóbb, amikor találkoztunk, és tudod, amikor elmesélted, hogy az unokád született, apropó, mi is van az unokáddal, hogy van, és akkor elmondja az unokáját, és tudod, beszélgettünk utána arról, hogy én nekem van egy megoldásom arra, hogy hogyan ne lopják el tőlem a pénzt az interneten, és erre azt mondtad, hogy ez érdekelne majd valamikor. Na most van az, hogy én ráírnék Skype-on ekkor meg akkor, te mikor érnél rá? Tehát egy ilyen apropóval bevezetve az egészet, időpontot kell vele egyeztetni telefonon, maximum 3 percben. És itt vagy személyesen, vagy egy Skype beszélgetés során, tehát egy Skype beszélgetésre rátereled a sort, és kérsz tőle egy időpontot, hogy tudjál vele Skype-on beszélni, vagy felhívod egy webkonferenciára, teljesen mindegy. Az egésznek az a lényege, hogy a személyes találkozáskor, a telefonáláskor, vagy a Facebookon való összefutáskor mindig, hogyha elkezdesz vele beszélgetni, legyen egy apropód, ami alapján legközelebb fel tudod vele venni a kapcsolatot, és időpontot kérni tőle, hogy a további információkat át tud neki adni. A telefonálás nem arra való, hogy elmondjuk neki az egész üzletet. Egyrészt nagyon unalmas lenne, másrészt nagyon hosszú lenne, és nagyon sok pénzbe kerülne neked. Tehát egy telefonálás maximum 3 perc, és a célja az, hogy egy apropón keresztül időpontot tudjunk vele egyeztetni, vagy arra, hogy egy webkonfira jöjjön el, vagy felhívni a Skype-ra, és a szponzoroddal egyeztetni szintén ugyanarra egy időpontot, és a szponzorod segítségével az illetőnél megtalálni a nyomógombot, és rávezetni arra, hogy neki mi a célja, és kifaggatni, hogy neki mi a célja, és hogy tudunk-e együtt működni, hogy ő alkalmas-e igazából a munkára, és hajlandó-e a céljaiért tenni.
Tehát ez az, ami a feladata a Skype beszélgetésnek, a nyomógomb kinyomozása, és hogy ő, megállapítsuk azt, hogy ő alkalmas-e arra, hogy mi együtt dolgozzunk, és hogy hajlandó-e a céljaiért tenni, és hogy van-e egyáltalán célja, nyomógombja. Tehát ez a Skype beszélgetés célja. A Skype beszélgetés célja nem az, hogy a szponzor elmondja helyetted a marketing tervet, meg a terméket, hanem az, hogy az embert rávezesse arra, hogy a céljaiért lehet küzdeni, és érdemes küzdeni, és ezt nálunk érdemes megtenni, nálunk meg tudja valósítani ezeket a célokat, hogyha komolyan nekiáll. Tehát ez a Skype beszélgetésnek a célja, ez a legfontosabb, nem az, hogy a marketing tervet ott elmondják neki. A marketing tervet majd elmondjuk a webkonferenciákon, azt jöjjön el és meghallgatja ott. Tehát a szponzor ideje az drága, és nem arra kell használni, hogy a helyetted elmondja a marketing tervet, ez nagyon fontos. Jó? Aztán ugye még további toborzási lehetőség, illetve érdeklődő gyűjtési lehetőség még az offline marketingben a különböző képzések és a rendezvények. Klubok, illetve baráti összejövetelek, sportrendezvények, vagy sportolási lehetőség, ha jársz akár varróklubba, vagy főzőklubba, bárhol, ahol emberek fordulnak meg. Mindenhol, ahol emberek vannak, ki kell alakítanod magadban egy olyan személyiséget, hogy te nyitott legyél. Magyarul barátkozóvá kell válnod, nyitottá kell válnod, és a személyiségedet nyitott személyiséggé kell változtatnod, amit éreznek az emberek, és ezt úgy lehet, olyanná kell válnod, aki nyitott és elfogadó, befogadó. Tehát aki pozitív beállítottságú, és ebben nagyon sokat segítenek egyébként a könyvek, a személyiségfejlesztő könyvek, és a különböző képzések, amit a YouTube-on lehet hallgatni, CD-k, kazetták, rengeteg ilyen lehetőség van a képzéseken is, rengeteg ilyen lehetőség van, és ez azért nagyon fontos, mert hogyha nyitott személyiség vagy, akkor az emberek vonzódni fognak hozzád, és szívesen adják oda a névjegykártyájukat, szívesen állnak veled szóba, és ez azonnal érződik. Tehát, hogyha te egy kedves, elfogadó személyiség vagy, akkor az emberek szívesen lesznek a társaságodba. Ezért kell pozitív irányú könyveket olvasni, rendezvényekre járni, képezni magad, és hinni önmagadban. Ezért nagyon fontos a személyiségfejlődés, mert akkor tudsz olyan személyiségé válni, ami vonzó, és bevonza az embereket hozzád. Na most, hogyha elmész ilyen képzésekre, rendezvényekre, akár ilyen cégfüggetlen rendezvényekre, rengeteg ilyen van, most is jön Brian Tracy például Magyarországra, az is egy nagyon jó képzés, rengeteg ilyen, a Mátrai Szilárd is szokott cégfüggetlen képzéseket tartani, és még sorolhatnám, rengeteg ilyen van, az interneten többnyire meg lehet találni ezeknek a reklámját. Tehát, hogyha elmész egy ilyen képzésre, akkor érdemes a melletted ülőkkel rögtön névjegykártyát cserélni. Ez egy nagyon jó módszer. Vagy olyat is szoktak csinálni a képzéseken, az ilyen rendezvényeken, például a Lawrence & Bennettnek is vannak ilyenjei, ahogy el ne felejtsem. Olyat szoktak csinálni, hogy a képzések után például elküldik az összes résztvevőnek az összes e-mail címét. Tehát, hogyha vagytok mondjuk 100-an, akkor annak a 100-nak mindenkinek elküldik a 100-as listát. Természetesen azoknak, akik hozzájárulnak ehhez. És ezek nagyon jók. Vannak üzleti klubok, amik nem ingyenesek, természetesen, de én nekem már volt olyan üzleti klubom, amire elmentem, és több millió forintot kerestem egyetlen egy kapcsolatból. Ugye? Ezért ez megdöbbentő. Tehát én úgy gondolom, hogy ezekre érdemes járni, és semmiképpen nem veszteség, hanem mindenképpen profitot hoz. Tehát alapstratégia, hogy aki melletted ül, azzal kezdjél el beszélgetni, aki előtted, melletted, mögötted, meg a szünetben, meg a mellékhelyiségben, meg mindenhol, ahol emberek vannak, kezdjél el velük beszélgetni, és cseréljetek névjegykártyát.
Ez az alap. És utána fel lehet őket hívni. Én is például most a legutóbbi képzésen 3 emberrel cseréltem névjegykártyát, abból mind a 3 emberrel sikerült időpontot egyeztetnem. És miért? Azért, mert megvolt az apropó. Azért, mert ott kint a lobbiban elkezdtünk beszélgetni, és amiről beszélgettünk, azt használtam föl apropónak, hogy emlékszel-e még arra, hogy erről és erről beszéltünk a folyosón, mondtad, hogy neked is már tönkrement a számítógéped, és elvesztetted az adataidat, és mondtad, hogy téged ez érdekel. Igen, fölhívtam, és megbeszéltünk a szabadságom utára egy időpontot, amikor is elmondom neki, hogy na hogyan lehet ezzel segíteni neki, hogy ez még egyszer ne forduljon elő. A másik hölgyel, akivel összefutottam, azzal most beszélgettem, a harmadikkal pedig még nem sikerült az összefutás a megbeszélt időpontban, de újat fogunk egyeztetni. Tehát mind a 3 emberkével sikerült eljutnom egy bizonyos szintig. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a régi típusú hálózatépítés, amit még a nagy A-betűs cégnél tanultunk és tanítottak azt, hogy fogd a listádat, írd össze és kezd el őket fölhívogatni, az nekem nem vált be, gyerekek. Lehet, hogy nektek beválik, próbáljátok ki, hogyha úgy gondoljátok, de nekem úgy 100-ból kb. 100-an azt mondták, hogy nem érdekli őket, azért, mert nem volt apropó. Ugye, hogyha felhívsz egy mondjuk 5 éve nem látott iskolatársadat, akkor azt fogja mondani, hogy hát neked egy üzletet le, tehát hogy egy üzletet le akarsz tolni a torkán, és azt fogja mondani, hogy hát Krisztina, nagyon szeretlek, imádlak, de engem most nem érdekel semmilyen üzlet, ne haragudj. Tehát kb. 100-ból 100 esetben így jártam, és akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi az, amit én rosszul csinálok, és miért nem működik, hiszen én olyan lelkes vagyok, és csinálom, amit mondanak, és még sincs belőle eredmény. Tehát ez nem válik be, tehát nekem nem vált be egyszerűen, nem tudom, hogy nálatok beválik-e, de Ildi írja, hogy az senkinek. Szuper, akkor köszönöm szépen a megerősítést. Tehát a legfontosabb dolog az apropó, és mi annak az alapja? A névlistaírás. Ezért kell névlistát írni, gyerekek, és vérrel, verítékkel, mert én tudom, hogy nagyon unalmas. Én is nagyon unom, higgyétek el, de mivel egy idő után már sok-sok százal lesznek a listádon, nem fogsz emlékezni, hogy kivel mit beszéltél mondjuk akár a múlt héten. És erre nagyon jó a listaírás. 2 módja van, az egyik az Excel táblázat, ha értesz hozzá, akkor szuper, mert abba gyönyörűen rá lehet keresni névre, vagy hogyha nem értesz az Excelhez, vagy nem tudod megvenni, bár ott van az Open Office, az ingyenes, azt is föl lehet telepíteni a számítógépre, annak is van táblázatkezelője. Ha nem vagy számítógépben annyira járatos, akkor pedig be kell szerezni egy füzetet, egy ABC sorrendbe, tehát egy ABC-s füzetet, amiben betűrend szerint be tudod írni az ismerőseidet, és akkor oda beírod azokat az adatokat, amiket tudsz róla, hogy hol lakik, nős, unoka, gyerek, betegség, tök mindegy, minden információt, amit megtudsz róla, és legközelebb, amikor összefutsz vele, vagy hogyha fölhívod telefonon, akkor tudsz apropóra hivatkozni, hogy a legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy ez és ez történt veled, és erről meg erről beszélgettünk, azt mondtad, hogy szeretnél további információt az én üzletemről, stb. Bármi volt a beszélgetés tárgya, tudsz az apropóra hivatkozni, amivel tovább tudod vinni a beszélgetés fonalát abba az irányba, hogy egyszerűen eljussál odaig, hogy feljöjjön egy webkonfira, vagy összehozd a szponzoroddal egy Skype beszélgetésre, vagy el tud neki mondani egyáltalán az alapokat, hogy miről van szó, hogy hogyan tudtad te megvédeni az adataidat, hogyan tudtad te használni ezt a terméket, hogyan tudtál ezzel biztonságot teremteni magadnak. Tehát ez a lényege az egésznek, hogy bizalmat kell építeni, először is ugye listát kell gyűjteni, vagy online, vagy offline, bizalmat kell építeni, és utána
egy apropó segítségével felvenni vele a kapcsolatot, elmondani neki az alapdolgokat, összehozni a szponzoroddal, vagy előtte webkonfira fölküldeni, utána összehozni a szponzoroddal, és utána lezárni az illetőt, hogy érdekli-e vagy sem. Tehát ez az egésznek a menete, és mindegy igazából, hogy online vagy offline csinálod, vagy mind a kettő az a legjobb, a lényege ugyanaz, hogy be kell vezetni őt a csapatba. Na most, hogyha ő becsatlakozott, akkor utána nagyon fontos, hogy ne felejtsd el bemutatni a felső vonaladnak. Azért, mert hogyha te esetleg elmész nyaralni, vagy megbetegszel, nem vagy elérhető, akkor legyen valaki, aki téged helyettesít, aki helyetted segít a csapatodnak. Nagyon fontos, hogy csapatban kell gondolkodni, nem egyedüli harcosként küzdünk ebben az üzletben, hanem egymásnak segítve. Akár több felső vonalnak is egyszerre bemutathatod, hogy több segítséget kapjon, mert akkor fogja érezni, hogy nem csak egyedül rajtad múlik az ő vállalkozása, hanem egy csoport van. Ezért érdemes behozni például a Facebook csoportomba, mert ott rögtön fel tudja tenni a kérdéseit. Ha te nem vagy elérhető, akkor legrosszabb esetben én válaszolok a kérdésére, és akkor már is kapod segítséget. Tehát a legfontosabb, hogy csapatban kell gondolkodni, akkor fogja ő biztonságban érezni magát, és jól érezni magát, hogy segítséget kap. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, így remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Ha van esetleg kérdésetek a témával kapcsolatban, akkor írjátok be a csetmezőbe, és akkor arra még válaszolok. Ha pedig nincs, akkor engedlek benneteket, mert akkor mennék én is a 8 órási konfira, ami most van. Tudjátok, ez az angol technikai konfi, azokra szeretek fölmenni, mert sok hasznos dolog elhangzik ott is. De ha van kérdésetek, akkor természetesen válaszolok gyorsan. Köszönöm, Évikém! Ja igen, tényleg, neked ráadásul konzultációt ígértem. Akkor azt természetesen ott vagyok a Skype-on. Azonnal. Jó, akkor nincsen kérdés? Ha van, akkor gyorsan írjátok be, és akkor válaszolok. Jó, neked Évi 21, szuper. Jó, akkor nagyon jó, mert akkor részt tudok venni a másik konfin, és akkor utána beszélünk. Akkor köszönöm szépen a részvételt, remélem, hogy tudjátok hasznosítani. Nagyon fontos, hogy alkalmazzátok is, amit elmondtam. Mert én szerintem ez az, ami működik. Tehát nekem ez működik. Ugye én azt tudom elmondani, ami nekem működik. Jó? Akkor további szép estét kívánok, beteszek nektek egy zenét, és akkor a zene lejárta után pedig zárom a termet. És ne felejtsetek el holnap jönni, ugyanígy 7 órakor lesz képzés. Sok sikert mindenkinek, és hajrá! Jó munkát, sziasztok!